Megkezdődött a szezon a Szombathelyi Egyetemi Sportiskola női kosárlabda csapata számára is. Szabó László tanítványai idegenbeli győzelemmel alapozták meg az új idényt, és a legutóbbi fordulóban már hazai környezetben léptek pályára. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság második körében a jó erőkből álló Ludovika csata látogatott a Vasi megye székhelyre. A korábbi években többször is megtréfálta a Szuese csapatát a fővárosi alakulat. Ezt szerette volna elkerülni a hazai együttes, amely teljes kerettel várhatta a feldobást. Én azt gondolom, minden ellenfelet nagyon tisztelünk, és minden ellenfél ellen próbálunk 100%-on játszani. Most is ez az elvárás. Győzni szeretnénk, itthon vagyunk hazai pályán, nagyon sok szurkolónk kijött szurkolni nekünk, úgyhogy csak a győzelem elfogadható. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ha jól játszunk, de és mindent megteszünk, hogy a győzelem lesz a jutalma, ezért meg kell dolgozunk a pályán, ezt szeretnénk most itt majd megmutatni, és tényleg szó szerint szeretnénk felőrölni az ellenfelet. Nekünk viszonylag hosszú kispadunk van, bízom benne, hogy hozzá tudnak tenni a lányok. Az első percekben kiegyenlített csatát láthatott az egyetemi sportcsarnok közönsége. A vendégek próbálták lassítani a játékot, és a palánk alól szerezve pontjaikat tartották a lépést a Vasi együttessel. A szombathelyi csapat váltott védekezése a második negyedtől meghozta a kívánt hatást, és fokozatosan megléptek ellenfelétől. Mezősi Anna kosarával már átlépte a lélektani 10 pontos különbséget is a Szuese. A második félidőben lassan őrölte fel ellenfelét a házigazda, amely Balog és Plózer pontjaival tovább növelte a különbséget. A Vasi együttes győzelme egyetlen pillanatig sem fordult veszélyben, így az utolsó negyedben már a fiatal cserejátékosok is lehetőséget kaptak. A Szuese 81-57-re nyerte meg a találkozót, és két győzelemmel vezeti az egyetemi bajnokság nyugati csoportját. A következő fordulóban nehéz mérkőzés vár a Vasi együttesre, hiszen a korábbi bajnok Uni Győr otthonában vendégszerepelnek Szabó László tanítványai.